Na hello, sziasztok, Vésanyi vagyok. És a Magyar Találmányok sorozat egy újabb epizódjával, részével jelentkezem. És a következő témánk pedig, a képen látható, már ha látható, helikopter. Felolvasom először a narrációt, illetve a dokumentációban lévő szöveget. 1918-at írunk, Asbóth Oszkár 1400 kg-os propelleres szerkezetet 30 percen keresztül lebegtetett 50 méteres magasságában. 10 év múlva, világháború után pedig már pilótával rendelkező irányítható helikoptert épített. Hát, megint egy nem egyszerű feladat. De legalább már, hogy egy időben haladunk előre, egyre jobban dokumentált dolgokat lehet találni. Itt már rendes, hát nem is színes, de fényképek, normális fényképek állnak rendelkezésre. De még mielőtt belemennék a találmányba, már eleve a találmány tényét is, ahogy itt elkezdtem utána olvasni, elkezdték kikezdeni. Az Index cikke például megjelent 2016-ban, hogy a nagy Asbóth sejtés a géniusz helyett Kókler, tehát azt állítják róla, hogy nem is volt feltaláló, nem is volt igazi a találmánya, nem is volt szakember, csak egy ilyen hatásvadász emberke, akinek jó volt a marketing, és ezzel adta el magát. Elég csúnyán kikezdik itt őt. És azt állítják, tekerem, azt állítják, hogy nem volt stabil ez a szerkezet. Egyébként ez simán lehetséges, attól még lehet, hogy ez volt az első helikopter, hogy a könyv, ami megjelent, amit a fia 56-ban adatott ki, hogy ez egy retusált, mert eredeti képek szerint fogták kötélen a helikoptert. Itt pedig ki vannak retusálva a kötelek. Hát szerintem ez szőrszálasogatás, nem ez a lényeg. Itt is volt kötél, amit kiretusáltak. Én ezt elengedném. Az biztos, hogy létezik beadott szabadalma 1916-ban propelleres légijármű és F-félék számára, ami Asbóth Oszkár nevéhez fűződik. Aztán 1917-ben is csavaros, illetve megkötött csavaros repülőgép, aztán 17-ben egy újabb propeller légijármű és F-félék számára, aztán 19-ben több részből összeállított propeller, megint 17-ben hord felületű, hord felület repülőgépek számára, propeller légijárművek F-félék számára, berendezés a propeller szárnyak elállítására forgás közben. Tehát ez idegeníthetetlen tőle, hogy 16 és 19 között sorba adta be a szabadalmakat. Azért kezdték ki őt, mert ő a könyv címje, azt állítja itt a könyv címében, hogy az első helikopter. És ugye ez nagyon sokáig így is volt a magyar köztudatban, miközben pedig a világ számos országában, mit tudom én, Angliában, Franciaországban, Németországban folytak már kísérletek a 900-as évektől, hogy egy pillanat csak leállítom a gyerekeimet, mert telibe üvöltik az egész élőt. Szóval, hol is tartottam?
Tehát, hogy az első helikopter, és akkor definiálni kéne, hogy mi ez a helikopter. Ugye a helikopternek az a lényege, hogy a lapátok azok nem egyenesen vannak és nem rögzítve vannak, hanem forognak, ugye a motor, egy motor forgatja ezeket a szárnyakat, mondjuk úgy. És ezt az ötletet, ezt az elvet, ezt már 900-as évektől kezdve több ország kísérletezett vele és próbálkozott vele. Találtam is erről egy filmet. Maga ez a Asbot Oscar helikoptere 1929, ugye akkor volt már annyira stabil, hogy szépen fel tudott szállni, de a szabadalmakat már 16-18-ba beadta. Itt van a szerkezet, és itt vannak archív felvételek, dokumentumfilmek arról, hogy fölemelkedik. Tehát az, hogy fölemelkedett, és ott stabilan lebegett, nem borult föl, nem tört össze, bár lehet, hogy a segédköteleknek köszönhető, de azt szerintem nem vehetjük el a Asbot Oscartól ezt az érdemet. És nekem egyébként nem is ez a dolgom. De itt van, látszik, hogy beindul, két propellere van, ellenkező irányba forog, és szépen fölemelkedik, lesüllyed, fölemelkedik. És ezt egyébként majd mindjárt mutatok egy felvételt róla. Nem csak magyarok készítették és állítják, hanem volt egy dokumentumfilm, ami a helikopterek történetét elemzi, és abban is itt lehet látni, hogy szépen fölemelkedik. Bár az is látszik, hogy van ott egy tartókötél, de hát ha én helikoptereznék a világon, először én is tartanék egy embert, lenne, aki megfogja a gépet, hogyha esetleg izét megindul, hogy nehogy izé meghalljak, hát egyértelmű. Szóval lehet, hogy kötél segítségével, de szépen stabilan repül, és ez volt a világon az első, hogy ilyen szépen föl tudtam emelkedni. De mindjárt mutatok még erről felvételeket. És lehet látni, milyen szépen megindul. És viszonylag stabilan áll fenn a levegőbe. Itt van még egy pár kép. Na szóval, hogy erről van egy archív felvétel. Most a hangját lelövöm, mert lehet, hogy is jogdíjas lesz a helikopter történelme. És itt vannak mindenféle szerkezetek, amik kínlódnak, vergődnek, próbálják fölemelni a gépet, meg az embert, mindenféle konstrukciók itt a 900-as évektől kezdve, amik nem igazán tudtak elemelkedni, csak a földön vergődni. Mindenféle egy propelleres, két propelleres, három, négy, aztán boom, fölborulnak. Kínlódnak vele, ez már 1920, mi is volt, München, vagy mi? Oh, München, na mindegy, nem tudom, hol van, az Ausztria lehet. Vagy Franciaország, na mindegy, kicsit németes volt. Aztán ilyen léghajós megoldással próbálkoznak. Ott is még elég ingatag, meg ott vannak az emberek, akik próbálják elkapni, hogyha nagyon beindulna, ne történjen baleset. Ilyen Weber, ki volt még egyszer? Curtis, 1921. Ez is mindenféle izét, propeller, a propelleren megoldások. Az is csak kínlódik, vergődik a földön. Aztán ott elemelkedett egy pillanatra. És elég stabilnak is tűnik így négy rotorral. Peshera. 1924, itt valami négy rotoros megoldás. Az is ott vergődik a földön. Billeg össze-vissza, és akkor itt van Asbot. 1928 és 30 között kísérletezett, és ez idő alatt állítólag rengetegszer föl tudott emelkedni, csak hát nem mindegyiknél volt ott a média is. Nem tudták ellenőrizni, meg mérni. Meg nem volt róla felvétel, de állítólag rengetegszer emelkedett, és 20, 30, 40, 50 méter magasságok is. Állítólag kilométeres távolságokba is, állítólag stabilan. Hát most ezt nem az én tisztem, meg nem a mi tisztünk ezt eldönteni, de ez itt egy olyan történelmi film, egy olyan dokumentumfilm, ami ezt feszegeti és bemutatja. És itt van, tessék, lehet látni, hogy lebeg, bár mondom, az is látszik, hogy ott ki van kötve. Itt is van valami biztosító kötél. És akkor itt különböző tesztek, hogy működött a helikopter, mi volt a problematika, hogy egy irányba forog egy rotor, akkor kell valami ellen
forgás a másik irányba, hogy egyenesen tartsa, és akkor utána már ment tovább a történelem. És már 30-as, 40-es, 50-es években már egész jó, elég megbízható helikoptereket tudtak így csinálni. Ugye a másik dolog az, hogy a rotor lapátjait tudták mozgatni, forgatni. Nem fix, nem merev anyagból készültek ezek, hanem már ilyen rugalmasabbakból, és ez mind segített a felszárba. Ezért is mondják azt, hogy hú, hát a mai helikoptereknek nem az őse az Osbot Oscar féle, mert hogy ezek már teljesen más elven, más technológiával működnek. Ugye a dönthető, mozgatható, forgatható lapátok segítségével stabilizálták ezt a szerkezetet, és egy nagyon komplex szerkezet is van ott, ami a rotort rögzíti és mozgatja. És hogy a merev, tengelyes, merev lapátos megoldás, amit az Asbot erőltetett, az nem tekinthető ennek az ősének, de attól én még nem veszem el tőle ezt az érdemet, hogy ő volt igenis az első ember, aki magasabbra, magabiztosabban föl tudott repülni ezzel a két rotoros megoldással. Úgyhogy igenis adjuk meg neki a magyar feltaláló címet, vagy nem tudom, azt az érdemet, hogy ő volt az, aki az első ilyen helikopter-szerű szerkezetet megépítette. No, ennyit az előszóról. Aztán nézzük a képeket, én ezt be is zárom, ez már nem fog kelni. De itt van az ominózus könyv, Asbot Oscar, ezt ifjabb Asbot Oscar szerkesztette meg állítólag is. Ő retusálta a képet, ő segített a kiadásban. Ja, és egyébként az Asbot Oscar nevéhez fűződik még olyan találmány is, hogy hajót is megpróbáltak rotorral hajtani, illetve hát hajtottak is. Itt van a vászszerkezet. Autót is csináltak, amit rotorral hajtottak meg, vagy propellerrel pontosabban. Itt a hajóról egy közeli, itt az autóról egy közeli. Most nem tudom, hogy abban ők voltak a világon az elsők, de hát biztos, hogy komoly munkákat kísérleteztek. Komoly munkát fetszöltek bele, és sok anyagi problémával küzdött a csapat. Voltak megkeresések állítólag Angliából is, Franciaországból, Németországból. Oda be is lett adva a szabadalom, majd mindjárt lesz arról is kép. Itt is a különböző felvételek. Ott is látszik, hogy ott van az ember, aki fogja a kötélen. És van egy csomó biztosító ember, aki gondolom elkapja, hogyha billen. Itt is ugye kiretusálták a kötelet. Sőt, még valami első rotort is kiretusáltak, ami az előrefelé mozgást segítette. És ez miatt kezdtek el arról beszélni, hogy egy kókler, és hogy nem is igazi feltaláló. És nem is működött a helikoptere. Na, szóval itt a szabadalom, amit már 30-valahányba adott be. 36 talán. Asbot 39-ben fogadták el, vagy valami ilyesmi. És akkor itt van a rotornak a működési elve, meg a rajza. Ugye a forgatható szárnyak, pontosabban valahogy így hívták régen. Itt van, hajóra is beadta a szabadalmat. Asbot Oscar mérnök, Budapest. Mérnök Budapest. Itt is ez már megint csak a forgó rész. Meg a lapátok rögzítése, meg minden. Az áram, hogy kapja. Hát nem egy egyszerű szerkezet. Félek is tőle, hogy ez is nagyon el fog húzódni. Pláne így, hogy bevezetőt is már 14 perce mondom. Ezt még el se kezdtem dolgozni. A nagy bajom az, hogy nincsen róla semmi blueprintem. Tehát ezeket a fényképeket nagyon erősen kell majd forgatni, hogy rájöjjek ennek a szerkezetére. Van egy egész jó oldalnézet, van egy egész jó hátulnézet, meg egy csomó ilyen perspektívikus. Ami nagyon jellegzetes, és ezt meg fogom építeni, ugye két nagy lapát, azt hiszem ennek az irányba forognak, annak a formája nem lesz egyszerű. Van egy csőváz szerkezet, innen elég jól látszik. És ezek a nagy terelő lapátok, vagy micsodák, ezek még nagyon jellegzetesek. Ha ezeket már rábírom tenni, meg egy pár apróságot, ilyen tartályokat, meg
valami motorszerű hengereket, akkor szerintem ez már működőképes lesz. Megint csak azt mondom, hogy tömegében legyen jó. Meg arányaiban fölismerhető legyen, és nem érdemes nagyon elveszni a részletekbe. Ami egyébként nagyon jó szokásom. Melyik képből lehetne kiindulni? Ez egy nagyon jó kép, szerintem ezt fogom választani. No, megnézzük akkor a live-ot. Hát, ha becsatlakozik valaki, megindítok egy kis zenét, és akkor belekezdek a munkába. Jó. Az élőt már látom. És akkor jöhetne valami. Na legyen ez. A hang az jó, az enyém az hangosabb, az a lényeg. Aztán valami ketyegjen a háttérbe. Nos. Úgy kéne valahogy kezdeni. Berakom először is a képet a háttérbe. Nem kell mindig a képeket cserélgetni, ez mindig itt lesz. És ez a kép, ami ennyire tetszett. Ez pedig a... Azt hiszem ez volt az. 1358. Ez így egy perspektívikusnak jó, mert rá lehet jól látni az alkatóelemekre, de kéne keresni egy olyat, ami egy viszonylagosan izometrikus oldalnézet. Hát én ezeket letörlöm, ebből van jobb minőségű kép is. Ez meg nem a... ez. Nem a találmányhoz tartozik. Szervesen, nem a találmány része, csak érdekességként töltöttem le nektek. Na ez itt például egy tök jó hátulnézet. Ez is jó lesz, akkor ezt is le kéne. Vagy ez. Ez talán egy kicsit jobb minőség, itt a rotolok is tök jól látszanak. Itt meg ugye forog. És ugyanaz. Akkor lesz, mondjuk letöröljük, ez nem kell. És ezt behozzuk egy hátulnézetnek. Az pedig a melyik kép volt? Nem ez, hol van? Ez az. 976, 640. 97,6, 64. És 64. Jó, most nézzük egy oldalnézetet. Nem, 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 nem. Ezt le is törlöm, ez nem túl használható.
Hát ezt is le lehet, szerintem ez túl pici. Ez nem annyira rossz oldalon nézett, de mintha lett volna ennél jobb is. Talán ez. Ez is jó minőség nagyon. Ez meg ugyanaz. Törőjük le akkor a retusálatot. Jó, ez tök jó oldal nézetnek. Bár pont ezt töltöttem be perspektívikusnak is. Jó, közelieknek nincs értelme, nincs értelme, nincs értelme, ennek sem. Ennek sem. Na, lassan kitisztul a kép. Na jó, akkor ez lesz az oldal nézetünk, ennél jobbat nem találtam. Az arányokról lehet látni, hogy körülbelül fejmagasságba forgott ez a rotor. Aha, ilyen kis izén állnak, téglán áll. Tehát ez olyan durván 2 méter, 2-10 lehet. Ez itt egy 1,70 magas emberke. De mondjuk ez egy egyrotoros változat. Jó, hát ezekből se derül ki túl sok. Legfeljebb csak az alakja ennek az oldalsó panelnak. Jó, töltsük be azt is. Viszonylag jó oldal nézet. Ez volt ez. Nem ez. Nézzük a kép méreteit. 93,7 Jó! Na! Hát nem fog ezzel sokat vacakolni. Jó oldal nézetből megrajzolom line-nal, kitolom, kiextrúdolom, a rács szerkezete nem fontos, mert be van teljesen fedve kívülről belülről valami lemezzel. Vagy papírral, vagy nem tudom mivel. Hol vagy? Line, line, oké. Jó, mehet rá egy extrude. Jó, mondjuk, hogy ez megvan, és ez már akkor nem is kell többet. Lehetett volna esetleg elforgatni ezt az egészet. Jó. Na, megvan egy ilyen panelka. Kicsit hozzászkérezem. Na, most próbálják meg értelmezni ezt a rács szerkezetet.
Tehát... van középen egy függőleges álló szerkezet, legyen akkor ez is line-ból. Tehát itt van egy ilyen szerkezet, így... tehát innen jön ide, innen ide, aha, már látom. És az ott micsoda? Na mindegy. Aj, kéne neki vastagság. Na az jó is. 12 oldalú. Ilyen, aztán fölülnézetből, ebből kettő van és össze van kötve itt lent, mennyire azt majd később megcsináljuk. Hogy van ez? Ja, perspektívikus torzulás, jó. Aztán... ha mindegy, majd ezt megigazítom később, az ilyen perspektívikus vackokat. Most az kéne, hogy legalább... föntről jön egy ki a lábhoz. Hogy is van ez? Három lába, három talpa van. Itt a kormány, és arra néz a sofőr. Hátul van egy láb, és elő kettő. Tehát aszimmetrikus. És ezt még hozzá kéne szkélezni. Mindjárt látni fogjátok, hogy ezt miért csinálom. Jobban egymás mellé lehessen tenni a kettőt. Levágjuk a felesleget róla. Jó, meg erről is. És akkor most hasonlítsuk össze. Tartályok alja.
magasságát nézem, hogy vajon jó-e. Hát nagyjából jó. Csináljuk fel akkor ebből a nézetből a támasz részét. Na, hogy néz ez ki? Azt mondja, hogy... kacifántos. Az elejétől megy hátra. Ide. Ez megy ide föl. Igen, és akkor az oldal nézetben. Az oldal nézetben pedig. Nem stimmelnek itt az arányok. Baromira nem. Szia Norbi. Nem ugyanaz a két repülő, de ez itt sokkal alacsonyabb. Ez, mint ez. Teljesen más arányú. És ennek a fölseje ilyen magasan van. Ennyivel kisebb. Próbálják meg ebből a szögből megrajzolni, ezt nem hozzáigazítani. Szóval megy itt fel a rotorhoz egy támasz, le a kerékhez. Na mondjuk, hogy van egy ilyen. Na most mi történt ezzel? Mi történt ezzel? De jó. Na még egyszer. De akkor csak egy oldalról. Most ez hogy fog az oda kerülni? Pedig ez tudja, hogy ugyanaz a járgány, nem? Nézzük csak, itt keresztben van egy henger. Itt meg hosszában van kettő, akkor mégse ugyanaz. Hát ez így nehéz lesz. Jó, akkor csak a szélességet megpróbálom ez alapján belőni, aztán a többit meg kicsit rugalmasabban fogom kezelni. Igazából egy fölülnézet lenne nagyon jó ehhez. Be kéne rajzolni ide a főtengelyt is, ami meg valahol itt van. Igen. Aztán kéne a szélessége is. Egy alsó összeköttetés is. Szerintem azt ide kéne. Egy alsó merevítő. Jó, ezt felejtsük el. Ennek a vastagsága szerintem nem elég. Így ránézésre. Na mi van még itt? Hogy van ez? Lejön, fölmegy. Ami lejön, az a kerék, az hátrébb van. De ez össze van kötve azzal, hogy a szarba van ez. Az ott fönt, az hova megy ki?
Azaz, igen. Aj, de kéne egy harmadik nézet is. Az ami ide kijön, az alulról jön ki, de honnan? Ez lenne az. Nézzünk már képeket még róla. Már négy izé van talpa, hát ez mind más. Csessze meg. Hát ez össze van kötve a géppel is, meg össze van kötve ezzel az oldalsó terelővel is. Ez marhára más. Ez szerintem ez megy is a levesbe. Ez meg elég szar minőség, nem látszik semmi. Ez annyira oldalnézet, hogy nem látszik semmi. Ez valahogy úgy van, hogy a végével ki van kötve ez. Igen, aztán meg egy háromszöggel a kerék. Itt is mintha négy kereke lenne. És egy elég más konstrukció. Hát igen, éveken keresztül kísérleteztek vele, azt hiszem négy repülőgépet építettek, most lehet, hogy minden négy különböző itt van a hosszába rakott. Igen, különböző terelők vannak elől, hátul oldalt, valahol keresztbe is, valahol csak hosszába. Valahogy úgy van, hogy innen van kitámasztva ennek a teteje. És ezt az egészet valahogy össze kéne hozni térbe. Nézzük, hogy lehetne ezt oda varázsolni. Is van ez. Tehát ez a kerék, ez hátrébb kell, hogy legyen. Ezt összeadacsolok mindent. És megpróbálom összehozni. Így van valahogy hátrébb a kerék. Jó, ez a rotorhoz megy. Mind a négy sarkából. Ez följebb van. Kicsit lejjebb visszik az egészet.
Na és akkor ez az oldalsó. És akkor ebből mennyi van, meg hol van ez? Ah, ez a kettő forma is teljesen más. Itt van egy hosszú téglalap forma itt belül, ahol van két-két lapát, és két oldalt szélesen egy-egy másik. Itt meg, most nem tudom, hogy itt van-e, ez nem látszik ebből a szögből, de itt nem kettő van, hanem négy van oldalt. És itt középen van, itt meg mintha nem középen lenne, hanem elől is, meg hátul is. Tehát összesen 2, 4, 6. 2, 4, 6, ez is az. Itt meg nem tudom, van-e középen, de akkor ez 2, 4. És ami van itt is, akkor az már 8. Itt van merőlegesen is egy rájuk, ami nincs a többibe. Ez megint csak az, ahol... Aha, nincs is középen, itt csak a 4 van akkor. Itt nincsen a testén rajta, csak 4 kívül. Ez megint a 6-os lesz, itt megint a merőleges. Ezen csak 4 van. Ez a 6-os. Itt 5 van, vagy hogy az Isten van, lehet, hogy csak nem látszik azért, akkor lehet, ez is a 6-os. Ez is a 6-os. Itt viszont akkor csak 4 van, amit elkezdtem modellezni. Viszont nekem jobban tetszik ez a leosztás, ez a legtöbb helyen szereplő. Akkor azt ki kell vagy találni, hogy ez hogy van rögzítve. Ez biztos, hogy a sofőr segge alatt van egy láb, másik oldalon kettő, és ezek ki vannak támaszgatva keresztbe, hosszába, mindenhogyan. Hogy masszív legyen a szerkezet. És akkor itt van kettő ilyen, meg egy olyan. Ezt valahogy felülnézetbe ki kéne találni, elrendezni. Aztán összekötögetni őket. Tehát mondjuk, hogy ez a közepe. Akkor legyen itt ilyen, meg elől kettő. Akkor ilyen szűkebben. Meg majd hátul kettő. Valahogy így épp, hogy csak érintőre. Itt is érintőre, de ez nem jön ki. Akkor legyen messzebb. Jó. Kicsit szélesnek tűnik, de se baj. Na ezt a szegmást még itt átvisszük a túloldalra, de nem csak ezt kéne, hanem ezt is, meg ezt is. Meg az alja miért nem jön bele még? Nincs hozzá a tecsóval minden bizonyja. Na most. Alakul. Azt mondja, hogy
az biztos, hogy itt is össze van kötve. Hűha. Itt a másik oldalon is. Ez miért nem jött ki? Ja, értem. Az ott szűkebb a teteje, mint az alja. Oké, semmi gond. Na, mi van még itt? Akkor az is biztos, hogy ebből is van itt, igen. És ebből is van itt. Mondjuk nem kéne egyszerre két oldalt csinálnom, elég lenne csak az egyik felét aztán áttükrözni. Mi van a magasságával? Hogy lett ez ilyen ferde? Ja, már látom, hogy a perspektívikus képhez kezdtem el modellezni. Akkor igazítsuk meg, egy kicsit legyen már viszintes. Jó, ez itt mi a franc? Aha, az is valami ferde szar. Szerintem az szépen azért megoldották, hogy egy vonalba legyen. Jó. Alakul. Kéne még line ide is. Oké, és na, hol van még itt összeköttetés? Középen is össze van kötve. És ott is fölmegy, jó. Azt mondja, hogy akkor kell középre egy. Egy. Jó, ez is megvan. Aztán tutira, hogy alul is több helyen össze van kötve. Hogy masszívabb legyen, sőt, ez nem így van szerintem. Szerintem ez itt szépen fut. Úgyhogy ezt is kiigazítjuk. Akár ezt még le is törölhetjük. Jó, aztán tutira ezek is össze vannak kötögetve. Én legalábbis összekötném. Már elég erőset akarnék. Jó. Aztán úgy láttam, hogy ez is itt össze van kötve. Hozzáigazítjuk. Na, ez így még édes kevés szerintem a merevségéhez.
Úgyhogy valami trükk még itt lesz, ezt meg kell nézni, hogy hogy van. Itt van valami. Ennek a sarka ki van kötve a lábhoz. Nézzük csak. A sarka a lábhoz, jó. Annyi, hogy ez talán... Ja, így jó. Oké, így már jó. Na, hogy van ez még itt rögzítve? Csak ott fent. Na, csak ott fent van. Lehet, hogy ez még billegtethető is lehet, hogy ezzel stabilizálta a helikoptert. Na mindegy, megcsinálom a másik oldalt is. Csak hogy lássam, hogy hogyan az egész dolog. Oké. Ja, nem mentettünk még. Ez jellemző rám. Helikopter, az lesz a live-nak a találmánynak a címe. Na nézzük, még valami nem stimmel, mert hogy itt a kerékhez 4 fut, mert nekem meg csak 3. Itt a másik végéből is lefut egy oda. Innen is ki van kötve oda a kerékhez. Hát végül sem lehetetlen. Csak elég fura. Itt statikailag. Na mindegy, csináljuk meg. Tehát elvileg ez ide is ki van kötve. És ott fut össze minden. Hátsó keréken. Érdekes, érdekes elképzelés. Én inkább ide fölrögzítettem volna. De az egyértelműen látszik, hogy nincsen fölrögzítve a lap. Bár ennél a fajtán itt, mint hogyha lenne valami felső rögzítés. Na nézzünk már meg egy pár képet még róla. Ez nem olyan fajta. Itt, mintha lenne valami oda támasztás. Sőt, itt van egy, ami itt a közepéhez is be van kötve. Tehát innen jön és fölfelé támaszkodik oda. Innen jön és ide támaszkodik be. Oké. És egy másik képen, mint hogyha itt lett volna egy támasz, és szerintem rohadtul kéne oda. Így túl bonyolítani ezt az egészet. Ezért volt ilyen dög nehéz ez a szerkezet, mint tele van vassal. Jó, az megvan. Majd még az első kereket meg kell nézni, hogy hogy jön az oda be. Valahonnan innen futnak össze a szálak. Ezekről nem is beszélve. Na, menjünk tovább, még egy kicsit nézzük.
Itt nincs fent támasz. Itt viszont van. Ott van fent. Jó, megcsináljuk. Szerintem az oda marhára kell. Hogy statikailag ez itt megálljon. Majd áttükrözöm a végén. Na. Kéne akkor cső. Így hosszába is. Ami ezeket tartja. És úgy látom az végig megy a terés szerkezetem. Nem, csak ideig tart. Igen, csak ideig tart. Jó. Szóval, egy cső, és mivel van az egy magasságban? Azzal, hát azzal lehet, hogy egy magasságban van. Igen, és akkor erre. Szemre ennyire hosszú ott is. Jó, és akkor a másik oldalra ugyanez még egyszer. Jó. És akkor ez valószínű, hogy össze van kötve itt is, ott is. Mindjárt ellenőrizzük. Igen, ott össze van kötve, itt nem látszik. Érdekes. Hátul tutira össze van. Ezen nincs is olyan. Hát az elejéről kivették azokat a lapokat. Ezen nincs olyan. El össze van kötve. Nincs, nincs. Nem látszik. Itt meg mintha nem is lenne összekötve, itt beljebb viszont össze van. És ez is ki van kötve a lábakhoz, de ez már négy lábú, ez megint egy másfajta. Meg itt, mintha valami damillal ki lenne kötve, vagy mi ez. Azt a vides életbe. És itt van a fölhúzója a helikopternek elől. Hátul pedig valamilyen vászszerkezet van, gondolom, ahol ül a pilóta. Ide teszi a lábait. Ott ül bent valamin, és akkor ezzel kormányoz. És ki van merevítve az egész körbe. Itt egy vascső, itt lemegy a lábhoz, ami meg ki van kötve ide is, meg ide is. Na nézzük, tehát... Nézzük ezt a lábat. Csak lejjebb kéne már érnie, mint ezek a oldalsó panelek. Aztán kell egy összeköttetés. Mondjuk ezt oda kopizzuk. Is. Aztán annak a középről le egy másik összeköttetés. Azt hogy csináljam?
Legyen mondjuk ezt, bevonjuk ezt is a buliba. Elvileg az középen van. Jó, ez viszont csak itt van ezen az oldalon. És akkor a lábat meg levisszük ugyanolyan mélyre, mint ez van. Jó, és összekötjük. Ezzel a sarokkal, meg ezzel. Jó. Aztán itt van ez a kurbli, amivel föl lehet, gondolom, a motrot tekerni. Itt úgy látszik, hogy ez sokkal előrébb van. Meg bemegy valahogy itt a motor részbe, majd meg itt van. És csak kéne beletenni egy szimmetrit. Jó, még ráérünk arra. Nézzük meg itt, mit csináltunk. Most már jó. Oké, na nézzük még ezeket a kis vékony összekötetéseket is berakjuk. Ez legyen akkor csak fele akkora vastagságú kötél. Tehát itt ez a sarok össze van kötve ezzel, meg ez a sarok ezzel. És legyen ez csak 8 szög. És legyen még vékonyabb, legyen csak 0,3. Nem akarok többet lerakni, csak át akarom állítani. 0,3 és 8 szög. Jó. Még így is túl vastagnak tűnik. Persze azért az lényeg, hogy látszom. Mert ha meg nem látszik, akkor meg annyi értelme sincs, hogy ott van. Na. Mi van még itt? Kéne már tükrözni ezt az egészet. Lányokat lehet tükrözni, de érdekes. Keep on calling. I try to keep it on the loop with shit, but flex on the niggas 'cause they have the bar. Out in Europe, bitch, I'm hella torn. I get the cash, finesse 'em like a thorn. Run the game, little bitch, they call me sport. On the low, I'm ballin', but I'm scoring. I run up with my dad.
Jó. És akkor azt mondja, aki tomált? Spline-á, olyan nincs, csak polival lehet. Na mindegy. Itt biztos, hogy van valami szerkezet még, amire rá tud ülni az X-e. Sőt, ott látszik valami. Burka, nem tudom, mi lehet az ott. Szerintem visszintesen össze van kötve. És van rajta egy ülés. Látszik ebből itt valami? Nem látszik. Nézzük még azokat a képeket. Itt például az az érdekes, hogy 4 ponton van rögzítve. Mi lehet a negyedik? Nekem csak 3. Az már látszik, hogy ezeket odébb kell mozgatni. Na most jó. És ez? Most már ez is jó. Nyomjunk egy mentést. Ah, jól nyomkodtam. Jó, lassan a külső szerkezet elkészül. Lehetne a belsővel foglalkozni, itt a motorokkal, rotorokkal. Erről meg nem találtam jobb képet, arra az ülős részről. Hát ezekből nem sok látszik. Igen, két teljesen más modell, itt hosszában van két henger, itt meg keresztben van egy. És érdekes, hogy itt szemmagasság van, tehát kisalált az ipse előre rendesen. Itt meg azért a fej fölé tették. Igen, meg még itt van az első rotor is. Beletegyem vagy ne tegyem, az itt a kérdés. Valamit ki kell találni. Na, szerekesszük akkor át polivá. Ezt pedig meg kell növelni. Mert ez vastagabb. Valami nem stimmel. Itt vannak valami szemetek benne a tükrözés miatt. Na most nézzük meg akkor.
Még az a rotor az nem lesz egyszerű, az a merev rotor. Csinálom inkább ezt a két tartályos módszert, ez jobban tetszik. És mekkora is, hát úgy szemre. Aha, itt van. Tehát, majdhogy nem végig megy itt a fémkeret. Elejétől a végéig. Gondolom az üzemanyag tartály lehet, hogy ilyesmi. Tehát innentől odáig. És valahogy úgy, hogy elfér a csövek alatt. Följebb visszük a csöveket. Jó, aztán ott van lent egy motor. Jó, sikerült belőni a helyére. Az alja. Nem tudom, hogy van ez rögzítve, itt összeér ez az egész. Valahogy bele van ide rögzítve ebbe a vas szerkezetbe, az biztos. És milyen széles ez vajon? Aha, körülbelül ekkora. Magassága pedig mondjuk így ekkora. Hát az így sok. Hát tegyünk be oda valami lemezt. Észrevettem egyébként, hogy nem azért olyan adok olyan lassan, mert hogy nehéz az a modell, amit el kell készíteni. Hanem azt tart sokáig, amíg egyáltalán fölfogom, hogy mi az a találmány, és hogy ez hogy működik, és olyan hogy csinálta meg a mérnök 100 évvel ezelőtt. Inkább ez szokott sok időben energiába kerülni. Aha, ez baromira nem ott van. Most nézem, hogy ez nem az alján van, hogy ez az alja. Hanem ez itt van egy magasságban ezzel. Ez meg valahol itt. Így félbevágva ezt a távot. Valahogy így.
Valami van itt, valami szerkezet. Itt lent elvékonyodik. Hogy is van ez? Kicsit, mint ez itt lejjebb lenne, ez meg följebb. És itt van egy vékonyabb. Elvitték végig itt ezeket a vasakat, ez milyen rögzítés lehet itt? Nem túl stabil. Na, mi legyen ezzel a kurblival? Vezessen bele a motorba. Ez a szerkezet, ez itt van. Nincs erről a jobb kép. Ez az, tök jó. Ilyen hengerek, van egy henger, ami így áll, és abból kiállnak hengerek. Hát mennyi lehet ez egy olyan 45 fokos szög? Akkor kiáll belőle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab ilyen henger. Körkörös formába. Ez jól fog mutatni. Hova menjen ez, mondjuk a kurbli közepébe. És az is forog. Ez a szucit forog benne. Ebbe megy bele a kurbli talán. És ez adja itt át valahogy a forgást függőleges tengelyre. És ez is forogott benne. Ez a cucc. És valahogy ki van ez is rögzítve. Négy sarok felől. Fú, akkor... Miért így néz ki ez? Itt csak sok van egymás mögött. Elég fura. Példányba. Hát nem kellett volna elmozgatni a középtengelyből. Valami ilyesmi átmérője van. Azt hiszem, hogy ennél nem nagyobb. Szóval... 7 példányból lemásoljuk.
és még ezen kívül... Nincs erről ami közelebbi kép. Biztos, hogy forog. Ott is forog. Van valami cső, meg itt keresztbe egy cső, meg így valami csövek. Ennél komplexebb ez az egész szerkezet. Kéne akkor egy klón ebből. Ami hosszabb egy kicsit, keskenyebb. Jó, ebből is kéne akkor 7 másolat. Aztán... Az egészet odébb kéne rakni egy kicsit. Úristen, erre nincs odaírva, hogy ez royalty free lenne. Lehet, hogy 20 percen zenét hallgatok, ami miért ki fognak majd tiltani. Letiltják a hangsávot, annak nem fog kerülni. Vagy csak nem látok, ezt szólt előbb is. Na! Ez egy kicsit hátrébb. Egy gyorsabb lett volna lemásolni. 7 darabba. Na most már mindegy. Ez hogy fog tudni forogni, mert beütődik a vasba. Ez remek. Kicsit, mint alacsony lenne ez az egész. Meg itt, mintha az a behúzókar, berántó, vagy bekurblizó marhasság, az nem a tengelyére menne, itt van fenn a tengelye. Ezt följebb lehet nyugodtan húzni. Ennyivel így. És akkor már tud forogni kényelmesen. Jó, na nézzük a végét. Elgörbül a vége. És itt valami. Csapok, szeletek, akármik vannak még. Sok látszik belőle, itt meg még van valami kis tartály, ott át van vezetve. Viszintesen, valahol ez ugyanaz függőlegesen van meg.
itt van függőlegesen, nekem ezt tetszik, ezt fogom megcsinálni. Ezek itt még fogalmam nincs róla. De ezek is így ki vannak ide kötve. Aha, aha, ezt meg kell csinálni. Na nézzük, azt a berúgó kart, azt visszahúzom. Kurbi, vagy mi az istennyila. Jó, és akkor itt volt valami rögzítve. Középen van egy nagyobb tenger, ami bemegy oda. Itt meg kijön egész idáig. Ilyen szűkebb valami. Ezt gondolom a fő tengelye meg itt adja át a forgást. És akkor az meg van fogadva négy sarokról. Csinálom line-ból. Szóval, line. Innen egyet. Meg valahonnan. Innen egyet. Valahogy így. Jó, aztán kell ide egy ilyen... Hogy is hívják azt a tárgyat? Oil tank. Tank. Valahova ide. A mérete talán egy kicsit kicsi. Extrude. Jó. Itt ez a Klaus, nem tudom micsoda. Itt is van még valami. Még ezt be kéne hajlítani. Ja igen, rögzítő gyűrűk. Csináljuk meg ebből. Mentsünk egyet. Jó, ide még kéne valami nagy valami.
Semmi nem látszik belőle, de még kéne valami. Nem henger, nem is box, de valami más forma. Legyen mondjuk egy lekerekített box. Nem ez. Chamfered box. Na legyen ez. Fogalmam sincs, hogy mi ez, de valami nagyobbra kell megcsinálni, ez biztos. Gondolom, az itt a motor akar lenni. Jó. Hát kis egyszerűek ezek a formák, de talán működni fog bizonyos távolságból. Ennek megfelelő textúrát tudok rá faragni. Itt még kéne valami kis varázslat. Kéne egy hajlítás ide. Hát ezt inkább újra csinálom egy tóluszból. Hát ennyi elég lesz talán. Nem kell túlspilázni. És akkor... legyen úgy. Ezt erre kiextrúdoljuk. Bekeppeljük. Mégis ez, de na jobban néz ki egy kicsivel. Pivottyát viszont hozzá kéne igazítani ahhoz, még mielőtt ezt letörlöm. És akkor jöhet a másolás. 7 példány. Jó, hát ez ilyen lesz. Nem tudom mi ez, de ilyen lesz. Lehet egyébként, hogyha néznék egy képet régi repülőkről. Azt mondja, hogy...
Aha, itt van a dolog. Közelebbről, hogy ez hogy is nézett ki régen. Aha, nem egy egyszerű. De ebben nem fogunk belemenni, és ez itt mi? Az első megvásolt a repülőmotor. Nem kell nekem ilyesmi. Hát, eléggé leegyszerűsítettük a dolgot, de se baj. Azt nézem még, hogy hogy néz ki az oldalnézetből. Ilyen bemetszések vannak rajta. Majd valami olyasmi textúrát kell választani. Ez talán egy kicsit túlzás. Most ezt az egészet, amit forog, ezt össze fogom attacsolni. Jó. Aztán a többi részt, ami viszont nem forog, azt is össze kéne attacsolni. Helikopter. Attacs. Hát hülye vagyok, azt nem kellett volna. Illetve hát az nem forog. De ez viszont itt forog, ezt viszont ki kéne venni belőle. Oké, detach. Rotor. Ez meg a motor. Jó. Kerekek helyett pedig ilyen gombokat fogok, vagy gömböket fogok csinálni, ahogy itt is van. Valahogy úgy van ez, hogy... Hát valahol rendes kerék van, de... Sok esetben csak egy ilyen gumi gömb, aminek a teteje gúla. Szfér legyen. Nem tudom mekkora. Ezek szerint ennél nagyobb. És nem kell ennyi szegmensből. És kiveszünk innen belőle.
persze, annak rendes anyagot kell csinálni, hogy alul ilyen gumiszerű legyen, fölül fémszerű. De valami ilyesmi. Jó. Akkor egy ilyen kell ide is. Jó, kész van ez is. Akkor most kéne még... ami nagyon látványos, ugye a rotorok, a kormány, és lehet, hogy egy embert be kéne ültetni. Vannak valami lábtartók is. Meg itt kettő, van itt még valami összekötetés, amit én nem csináltam meg. Egyértelműen megy tovább valami összekötetés. Felülre felé is menne tovább, hogy hova megy ez olyan. Hát a tutira megy. És ez meg ilyen vászonszerű anyag lett, mintha meg lenne gyűrődve. Csináljunk ide másolatokat akkor a felső csövekről. Nem, itt ilyen nincs, hanem ott ül bent az emberke. És valószínű, hogy ez sem ér odáig, hanem csak valahogy a közepéig. Így. És akkor itt van valamilyen... merev itt is az össze a negyedik láb, amit kérdeztem korábban, hogy olyan mi lehet, meg hogy lehet. Na, csak sikerül kihozni valamit belőle.
Áttükrözzük túloldalra. Itt persze a szimmetria tengernél tudja, hogy szétcseszte, az már látszik. Leválasztani ezt a összegyűlt részt. Hát ha erre jön az UV, vagy mi az Isten a Smoothing Group. Na, szerintem sikerült. Jó, na mi kell még ide? Azok a rohadt rohadt lapátok. Ezt hogy fogom megcsinálni? Legyen egy box először is, ami majd olyan hosszú, mint a helikopter. Talán kicsit azért rövidebb. Legyen ennyi. 150 méter. Jó, belőttem az arányokat. Aztán kellnek rá a szegmensek. Jó, aztán összekicsinyítem a két végét, és összekicsinyítem. Menjük ilyenre. És most meg kéne tekerni. Talán ki kéne szélesíteni. És úgy kéne megtekerni. Hát nem tudom mekkora egy érzésre. Egy ilyen 20 fokos szögbe. A szélesítés az lehet nem jött be, bár itt azért elég széles. Lehet, hogy csak az elejét vissza kéne húzni. Másik oldalon is.
Hogy is van ez, kérem? Hátrafelé, szerintem arrafelé hosszabb. Nem stimmel, ez nem jó. Az egyiket erre, a másikat amarra kell tudna csavarni. Ugye 20 volt. Igen, és akkor 20-at emelre. Na, így már jó. És akkor ezt pedig lokálisan vissza kéne hozni szintbe. Jó, itt ezt kivastagítani. Széleit elvékonyítani. De így nem jó. Akkor mondjuk így. Nem így. Ez az. Hát a többi talán jó. Annyi még, hogy ez baromira nem organikus így. Ez így vajon jó. Talán egy kicsit még szép kéne húzni ezt a részt. Vagy csak ezt. Na, talán valahogy így. Még itt az elég undi. Igazán, amit kezdeni kéne miatt. Leokézom. Na így egy kicsit már talán jobb. Valami még van benne. Hogy van ez? Tudtam.
hogy nem lesz egyszerű ez egy rotort megmodellezni. Hát legyen így, bár itt valami törés van benne, de valószínűleg kéne még egy-két szegmens. Nézzük. 5. És még 5. 5. És még 5. Hát nem tudom, hogy jól csináltam-e. Kicsit az irányhűlt ez a éles törés. Jó, hát ezt most beleégetjük, még előtte mentünk egyet. Oké, és akkor hogy is van ez, hogy van fordítva 90 fokkal. Igen. És az egyik erre forog, a másik meg. Az ellenkező irányba. Animáljuk le ezt. Mondjuk 20 frame alatt körbefordul egyszer. Az kevés lesz, olyan 10. Erre forog. Jobbra 360 fokot. Ja, értem, hogy lehetett volna, ez csak 180 fok is. Na mindegy, ez pedig... Ez így nem stimmel. Így se jó. Hogy van ez, hogy... Na, ellenkezően be kell forogni, az biztos. Ha ez erre forog, akkor annak arra kell. De mind a kettőnek a lapátjai úgy kéne, hogy álljanak. Szóval, hogy ágy kell tükrözni.
és akkor így fog szembeforogni. .360-at. 10 frame alatt. Jónak tűnik. De hogy tud egy tengelyen két irányba forogni? Hogy az Istenbe? Hát ez valami érdekes. Volt erről egy videó. Pedig jelen közelembe forog. Na jó. És akkor elvileg az is forog, hát mindegy, megforgatjuk. Aha, itt is van róla egy kép. Az is forog. Ó, de jó ez a kép. Na. Valami hasonló volt benne. Jó. És akkor ennek kellene forognia. Aha, együtt forog a lapát azokkal a... nem tudom én mikkel. Összebénáznak. Szóval ennek forognia kell akkor. Forogja te is, de hát ebből nem sok fog látszani.
kicsit látszik, jó. Itt van még valami másik henger is. Á, mindegy. Szerintem ezt rögzíteni kéne egy-két helyen. Kéne még kormánylapát, vagy kormánykerék. De ez hogy kormányzott, azt senki nem tudja. De kéne valami ülésféle. Mondjuk ezt oda visszük ülésnek. És aztán meg a kormány itt hol lehet, meg hova lehet rögzítve. Meg hogy van összeköttetésben itt bármivel is. Na mindegy, tegyük oda azért, ha már van. Tehát egy tórusz. Jó. Kicsivel több szegma is mehet rá. Aztán egy cilinder. Aztán még egy cilinder. És ennyi. Csak be kéne ültetni egy ember félét.
Lásnom egy bipedet. Na, hogy is volt ez? Ennél kisebbnek kell lennie a fejét, azért ne verje el a lapát. Ugye egy izén álltak, egy... téglán álltak fenn, és úgy a fejük fölött volt még úgy is. Na igen, most ezt elindítom lefelé, de hova fog bemenni? Hova kötöm ki? Kicsit nagynak, ma magasnak tűnik. Érdekes, pedig egy az egyben rá modelleztem. Nézzük most ezt a bipedet. Kicsit talán még mindig nagy. Mondjuk a tégla. Még egy kicsit a feje felett volt. Jó, valami ilyesmi. Na nézzük most. Ja, de hogy akarom animálni. Picit kicsi lett az ember.
szerintem kicsi. Valami ilyesmi lenne a jobb méret, így. És akkor elérje a lábával ott a tartót. Kezével eléri a kormányt. Na valahogy így. Itt is be kell fejezni, hogy is volt ez. Mi az Isten az ott? Ja, igen, a szimmetri miatt. Az is kész. Na, mi hiányzik még? Aha, itt még annyi, hogy ezek teljesen összeérnek. Nagyjából kész van. Két óra alatt is készült. Persze még azért UV-zással, texturázással rengeteg időt el lehet cseszni. Jó, még ezt hozzá kellene adni. A biped most már nem kell. Ez csak úgy az arányok meg a méretek miatt volt ott. Bár mindegy, ott hagyhatjuk. Ups. Ezt akartam levenni, jó.
Na legyen így, oké. Okay. Na most jöhet egy kis anyagozás. Ez nem jó. Ez se jó. Ezeket kerestem. Milyen anyagból lehet az? Ez nekem tetszik, ez az alumínium anyag. Hát, dobok rá egy box mappingot, azt jó napot. Azt mondja, hogy... Ennyi. Jó. Aztán... Ezen kívül... Kéne rá fénytörés. Ott fönt kéne vagy más anyag. Tartályok. Anyád. Nem azt akartam, hanem ezt. Lép már ki innen is, azt fogd meg. A nehezére esik elengedni bizonyos dolgokat. Terelók. Megint nem jól csináltam. Ki kéne lépni ebből a rohadt element módból, de olyan nehezére esik. Jó.
Na, mindegy, valami ilyesmi. Jó, dobjunk rá erre is egy ilyet. Mi van itt a smoothing loop-pal? Nem nagyon értem én ám néha Maxnak a működését. Itt ezzel például most mi van? Azt a büdös. De miért csinál ilyeneket vajon a Max? Aha, biztos azért, mert össze van veledelve az egész. Ráadásul, mint aki se jölt volna mindent. Nagyon az easy. Miért csinálja ezt? Na mindegy. Még lehet ezt is izéből kéne, alumíniumból. Na most mi van? Ja, így, jó. Mi lett a forgásra? Aha, pont akkor átfordul, hogy úgy néz ki, mint hogyha nem forogna. Vagy visszafelé lassan, de az így jó, így működik. Jó. Ennek valami fa textúra mehet. Az viszont ott volt valahol följebb. 13. Ott van, de az súnya. Itt vannak 12. És valami világosra gondoltam, mondjuk ilyenre. El van nyúlva rajta, de esküszöm jól néz ki ettől még. Na, hogyha ilyen veszettül forog, akkor nem is fog látszani. De ezt megpróbáljuk persze orvosolni a dolgokat. Ez jó, nem a másikat kell elforgatni. Jó. Most ennek kéne még valami izgisebb anyag. Illetve
kettő ezeknek. Izé. Az izét hozzá linkeljük ahhoz, és akkor mindig forog szépen. Most már csak ami jobb anyag kéne neki, valami izgalmasabb. Honnan is szedtem olyan anyagot múltkor, ilyen csíkos bigyó volt. Itt használtam, nem? Valahol itt használtam. Tudom, már a telefonhírmondónál használtam. Meg valahol vezetékre is használtam. Ez lenne, az nem. Pedig itt használtam. Itt használtam szerintem a vezetékhez. Valahol máshol is voltak vezetékek, a transformátornál is. Itt használtam, ez az. És honnan szedtem én azt? Nem raktam ide hülye fejemmel, azt most keresgéltem. Jó. És akkor... ennél szerintem ez sűrűbb. Választ a képet, mert bezártam, nem zártam be. Na mindegy, én sűrűbe fogom csinálni, mert ez így szerintem túl kontrasztos. Hogyha már a kontrasztnál tartunk, lehet, hogy más textúrát kéne választani. Ez biztos, hogy nem. Baromi kontrasztos. Nem. Maradjunk ennél. Fogd már meg azt a szart, hát nem érez. Aha, valami ilyesmire gondoltam. Jó.
Adjunk ennek is fénytörést, meg annak is, meg annak is. Mert ugye ez majd abban az engine-ben lesz beanyagozva, ahol használva lesz. Jó, mehet a kukába ez is, meg ez is. Most már menteni is kéne egyet. Csak egy tisztességes embert kéne oda beültetni. Próbáljunk meg ide beimportálni. Vagy bemergelni valakit. Ami hétköznapi ember kéne, az meg nem nagyon van. És valószínűleg Lumionba lesz ez majd kitolva. Úgyhogy Lumion és ezért kellenek olyan karakterek, amik föl vannak darabolva. Honfoglalás, táltos. Hát ezek nagyon-nagyon régiek. Volt orosz világháború, azaz orosz katona. Legyen ez, próbáljuk meg. Orosz. Orosz sapka rajta. Nem, azt levesszük. Ezeket is le kéne venni. El kell tüntetni a katona jelleget. Hopp, ott kijött a bele. Állapot, aztán nem fogom tudni eltüntetni. Ja, azt nem nagyon lehet. Az benne van a textúrába. Na mindegy. Na most csontozott animált karaktert nem lehet lekicsinyíteni. Akkor repülőt kell megnövelni. Fog szétesni ettől. Ezek mi mentek így célja? Jó.
van, így van, jó. Félek, hogy érik itt is egy kis animáció. Na, mondjuk 10 másodperc alatt nem lehet semmit. Vagy 10 frame alatt nem lehet semmit animálni. Inkább szerintem le kéne törölni az összes kulcsot. Mégis. Vergődik. Jó, most nem vergődik. Ja, igen. A bőr aljak. Arra volt ott egy tök jó anyag. De miért a keze van kijelölve? Istenem! Hogy lett ez kijelölve? Ah, végül is nem olyan rossz. Ide szerintem még kéne összekötő. Megy a légcinger. Hát ez így különösen jó, hogy egyik oldalon sem ér át. Na de most aztán már tényleg kész van.
anyagozást nem vittem túlzásba, még azért lehetett volna egy sokkal szebbre és változatosabbra. Minőségben, amit így megcéloztam, abban ennyi elég. Sokkal-sokkal több részletet kéne ide tenni, sokkal közelebbről nézve, de ahhoz kéne sokkal több, ennél sokkal jobb kép. Nézem, hogy vannak valami fülek itt, annyival több itt a részlet. Van valami, amit nem tudom, hogy mi. Ja, szóval van kikötve. Itt is van valami, amit nem tudok elképzelni, és hogy micsoda és hova lehet kikötve. Hát... itt még lehetne sokkal több részletet beletenni. Egy kicsit szebben nézzen ki. Az a baromi érdekes, hogy ez itt teljesen izének tűnik. Négyzetesnek. Még nekem egy ilyen téglalap alakú lett. Na mi legyen, dolgozzak itt még vele egy kicsit. Most például észrevettem ott egy-két részlet, hogy ide be lehetne tenni egy... valami tóruszt alulra. Ezt egy kicsit lejjebb húzni. Mivel lesz több, hogyha beleteszek egy-kettő ilyen részletet, az itt a nagy kérdés. Mi a franc történik itt? Hát nem igaz. Mi történt? Hát... nem értem. Hol van innen az age? Hol van innen a... mit csináltam? Sula. Ráadásul a szimmetri miatt itt vannak ilyen plusz fölösleges vertexek. Problémák is vannak. Már mondjuk azt tudtam, hogy pörög mind az állat. Szóval több lett ez attól, hogy itt csináltam egy ilyet.
hogy itt fent még lehetne valamit mókolni. Valami ilyesmi formát láttam volna ott. Lent meg itt valami tóruszt. Barát, azt is innen lelopom. Jó, itt még volt valami. Most jobb lett, több lett, szebb lett. Nem hiszem. Igen, nagyon kéne egy kis önézi árnyék. Ezt majd remélem az engine rászámolja. Kis ambient occlusion-t. Azt néztem, hogy itt voltak ilyenek. Nem is tudom, hogy csináljam ezt meg.
Bevisszük a közép tengelyét oda. A pivot pontját. Nem középre, hanem ide. És akkor ezt is megforgatjuk. Ahol vagy. Mennyi legyen? 45? Sikerült, sikerült, jó. Ott kijöttek, de nem is annyira csúnya. Ki lehetne meg ide fölőre is találni valamit. Ne legyen ennyire unalmas ez is. Valahogy így. Csak kéne fölfelé is valami más. Már valami részletek vannak ott legalább. Még a túl sok értelme nincs is. Egy pillanat.
vagyok. Szóval ezt is össze akartam volna itt húzni, de megint valami gáz van. Nem lehet végigmenni a selectionen, de miért? Is középen, de jó. Ó, anyám, még mi jött még? Minusz 1.15. Mi lesz néha azékkel, smoothing groupokkal, én nem értem. Ott is elcsesződtek. Amikor hozzáatacsolok egy primitívet. Olyankor csesződik el. Már egy kicsikét érdekesebb. Talán még egy szint kéne használni. Még azon gondolkodom. Ja, hogy ezek külön tárgyak, na akkor nézzünk ide valamilyen más anyagot. Legyen már egy kicsit izgalmasabb ez az egész. Kicsit változatosabb textúrákkal talán el lehet érni. Hol vagytok textúrák? Valami szövet vagy ilyesmi kéne. Igen, és ebből valami fehéres. Legyen ezt, próbáljuk ki. Nem tudom, mi az a tök jól néz ki. Ennek is adunk valami más anyagot, valami barnásat, és akkor már tényleg elég jó változatos lesz az egész.
Nem szövet, valami fém. És valami vöröses szín. Nem ennyire durván rozsdás. Ez micsoda? Érdekes. Lézöld. Valami sötétebb kéne ennél. Aha, ez tetszik. És már csak egy kis fénytörés neki. Jó. Jó, ennyi. Szerintem ebből kihoztam a maximumot. Pár apró kütyűvel még föl lehetne talán dobni, de... Nem tudom. Itt van például egy ilyen. Itt ezek a pedálok. Csavarok. Itt még több kis kütyű. Ennél a sebességű forgásnál nem sok látszana belőle. Esetleg a csavarok, hogyha azt csinálnám más anyagból. Na próbáljuk ki. Az végül is tök jól mutatott. Hát még ide is kéne ilyen. De behúzunk egy párat, aztán már végeztem szerintem. Ez remek, hogy egyik sem látszik.
Ne szórakozz már. Na így, reméljük, hogy egy kis ambient occlusion még feldobja ezt az egészet majd az engine-ből. Láttam egy ilyet, ami ott megtetszett. Dehogy más. Mi van még kijelölve? Még semmi. Legalább most van egy némi részletek benne. Kis kontraszt. Ja, és a másik oldal. Ez még van elhanyagolva. Jó. De most aztán már tényleg vége. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Akkor ennyi lett volna a Asbóth Oszkár féle helikopter.